meg a Fővárosi Vízművek Igazgató Tanácsának elnökét, dr. Sármai Andrást, hogy mondjon néhány szót és gondolatot, hiszen az egyik legnagyobb támogatója ennek az ügynek a Fővárosi Vízművek volt, és ez az első hajó vízretétel igazából az ő támogatásukkal valósul meg. Meg elnök úr, kérem, mondja el gondolatait. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm a résztvevőket. Hát nagy büszkeség tölt el, amikor ezt a gyönyörű mentőhajót szemlélem. Néhány tényező, ami ennek a rendszernek és a gyönyörű mentőhajónak a megvalósításához vezethetett. Hát a Fővárosi Vízművek vízhez való kötődése, Dunához való kötődése, ez teljesen egyértelmű. Ezen kívül az innovatív gondolkozás, szervezőkészség, tényezők segítették ezt a rendszert. A vízhez való kötődés egyértelmű, hiszen a főváros vízellátása teljes egészében a Duna mentén telepített patiszűrésű kutak révén valósul meg. Ezen kívül a kutakból a vizet a Duna alatti alagutakon, csővezetéken juttatjuk a medencékbe, ezután az ellátó gerincvezetékek szintén a hidakon jönnek át. Ezen kívül van a Fővárosi Vízművek egy biztonsági osztálya, melynek keretében a vízimentő szervezet, amelyik külföldön is Hungarian Water Aid néven működik, többek között Sri Lankán, Fülöp-szigeteken, Szerbiában végzett komoly ivóvízellátási feladatok katasztrófa után. Ezen kívül feladatainkba tartozik az árvízvédekezés, számos létesítményünk van árvíznek kitett területeken, tehát a vízhez és a Dunához való kötöttség ez egyértelmű. Ha az embertársainkat próbáljuk besorolni, akkor lehet mondani, hogy munkaorientált, szabadidőorientált, vagy pedig, hogy nem ismer lehetetlen feladatot megoldja, vagy pedig lehet mondani azt, hogy inkább azt keresi, hogy mit miért nem lehet megoldani. Nos, tehát ez az egész gondolat és a szervezés elsősorban Harangi Csaba leköszörő vezérigazgatónknak köszönhető, akiről mindent lehet mondani, de azt, hogy nem is, hogy azt keresi, hogy mit miért nem lehet megvalósítani, ez lehetetlen. Tehát az ő szervezőkészsége és a mellette működő menedzsment tette lehetővé azt, hogy ez a dolog így megvalósulhatott. Hiszen sikeres vitorlázóként látva a balatoni rendszer kitűnő működését, észlelte ezt a Dunamenti hiányt. Így jött a gondolat, az elhatározás és szívós szervező munkával íme az eredmény. Hát ezek után én csak azt szeretném, hogyha ennek a hajónak viszonylag kevés dolga legyen, és hogyha azt a kevés dolgát lehetőleg sikeresebben végezze. Hát kérjük a mennyei atya áldását is a hajóra és a szervezetre, és ezek után még persze Árpád atya áldását is. Köszönöm szépen!